Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják, mostani beszélgető vendégem Ács Pongrácz, az egészségtudományi kar dékán helyettese és a PTPAC elnöke. Üdvözöllek, szervusz! Üdvözlök én is mindenkit, szervusz! Itt találkozunk most az irodádban, te PEAC pólóban, stílusosan, ahogy kell, de addig, hogy a PEAC pingpong csapata, ugye te tavaly bajnok lett, de hogy azért eddig elég hosszú az út. Kezdjük az elején, hogy egyáltalán te hogyan ismerkedtél meg a pingponggal, még a NEFCO-ban, gondolom ott az asztalokon. Így van. Alapjában én nem az asztali tenisszel kezdtem el a sportpályafutásomat, hanem mint minden jó gyermek, fiú gyermek, azt gondolom a focit kipróbálja valahogy. Én is ezt megtettem, és azt gondolom, hogy annyira nem is ment talán rosszul. Ilyen az iskola válogatottba is szerepeltem, és ott az egyik torna alkalmával, amikor a nevelési központ csapatában játszottam, és ott egyébként gólkirály is lettem azon a gyermektornán. Hazafelé menet éreztem, hogy a lábam valami miatt fáj, és nem is múlott el egy-két napon belül, ezért el kellett menni az orvoshoz, és utána az orvos nekem azt tanácsolta, hogy olyan jellegű megerőltetés, mint a focit, azt felejtsem el, és válasszak magamnak más sportágat. Ekkor hetedikes voltam, de az iskolában hirdettek már előtte is pingpong versenyt, és mint minden sportot megpróbáltam, elmentem annak idején erre az iskolai pingpong versenyre, és ott ötödikes lehettem talán, amikor ott az ottani edző mondta, hogy egyébként ő azt javasolná, hogy ne is annyira focizzak, hanem pingpongozzak. Na, amikor az orvos úgymond eltanácsolt a focitól, akkor emlékeztem még, hogy hoho, hát nekem annak idején volt egy jó felkérésem a pingpong irányába, és akkor fogtam magam, és elmentem a nevelési központba Hegedűs Lajoshoz, és elkezdtem pingpongozni. És azt gondolom, hogy onnan indult a pályafutásom. Azt követően pedig a következő igazoláson pedig már a PEAC-ban történt. Igazából nagyon-nagyon szerettem a Hegedűs Lajost, mint edzőmet, csak a nevelési központban hetente kétszer volt edzés, és azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ennél komolyabb helyre kellene elmennem, ahol több edzés lehetőség van, mert tehetségesnek gondol, és akkor ezért választottam a PEAC-ot, ahol azóta is azt gondolom, üzem ezt a sportágat. Kicsit, hogy őszinte legyek, mert most már mint edző, ugye én is foglalkozom a gyerekekkel, amikor 13 évesen oda jönnek hozzám, vagy majdnem 14 évesen a gyerekek, akkor én már azt szoktam mondani, hogy a versenyszerű sportolásra kicsit túlkorosak. Tehát én is gyakorlatilag úgy indultam, hogy túlkorosként, és hogyha belegondolok, hogy egy jó sportágválasztáskor már az elején nem a focival, hanem a pingponggal tudok megismerkedni, akkor mennyivel tovább vihettem volna az aktív, magasabb szintre a sportpályafutásomat. Bár én azt gondolom, hogy nem kell szégyenkezni azért így sem, mert annak ellenére, hogy későn kezdtem, azért Magyarországon a legmagasabb osztályban tudtam játszani jó pár évig az Extraligában. Ugye elkezdtem korán edzősködni is, párhuzamosan a játékkal, több alkalommal, 6 alkalommal voltam magyar egyetemi főiskolai magyar bajnok, és több alkalommal szerepeltem egyetemi világbajnokságokon, illetőleg Magyarországot képviselve az egyetemi olimpián, az univerziádén is, és ezt követően pedig már mint edző, illetőleg szövetségi kapitány szerepeltem ezekben a csapatokban. Most pedig azt gondolom, mint a PEAC-nak a vezetőedzője, tevékenykedem, de nagyon hiányzott mostanában valami, úgyhogy éppen itt, amikor beszélgettünk, ahogy készülöttünk ugye a felvételhez, mondtam, hogy én hajnalban újra edzésbe álltam, és munka előtt mostanában hetente háromszor ismét fogom a pingpongütőt, és magam is újra edzésbe álltam. Hogyha úgy alakul majd, és a csapat számít rám, akkor azt gondolom, hogy a második csapatban, ha még tudom erősíteni a PEAC-ot, akkor még szívesen fogok játszani is. Egyébként a pingpongnál van ilyen korhatár, hogy nyilván ez egy olyan sport, amit azért tovább lehet űzni, mint mondjuk egy fotballt, vagy egy kosárlabdát.
Tehát az, hogy korhatár, én azt szoktuk mondani, és hogyha már egy kicsit a tudományt is lehet keverni a sporttal, hiszen kell is, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a sportág az korhatár nélküli. Hiszen minden egyes életszakaszban nagyon-nagyon pozitív eredményeket tud mondjuk a szervezetre adott esetben produkálni. Mozgáskoordináció véget, és nagyon sok olyan hatása van, ami nagyon-nagyon tényleg pozitív. De ha megnézzünk mondjuk egy veterán Európa vagy világbajnokságot, 3-4 ezer indulója van egy veterán Európa és világbajnokságnak, többen vannak, mint a normális világbajnokságon. Mondjuk ott ugye korlátozva is van az indulók száma, míg egy veterán és Európa és világbajnokságon nincsen. Itt 40 fölött már veteránról tudunk beszélni, ugye természetesen korosztályos bontások vannak. Egyébként jövőre Magyarország rendez világbajnokságot, és ezt követően veterán világbajnokságot is. Ki tudja, még lehet, hogy esetleg ott is szerepet kapok, elindulok, vagy nem tudom még. Te a Peachoz igazoltál anno, amikor elkezdték komolyan foglalkozni ezzel a sportággal. De hogy, ahogy meséled, alapvetően a sport az lételemed. Gondolom ezért is választottad már továbbtanulás szempontjából is ezt az ágat, vagy hogy miért nem. Ugye sok sportoló egyszer csak föladja, vagy fiatal korában látja azt, hogy nem biztos, hogy lehet annyira sikeres, és inkább elkezd jogot tanulni, vagy közgáz, vagy teljesen más irányokba kezd el kutakodni, vagy keresni az útját. De hogy te így, amit eddig elmondtál, hogy gyerekkorodtól kezdve neked a sport, az így valahogy kitöltötte az életedet. Ez így van, tehát gyerekként is egy örökmozgó, majdhogy nem hiperaktív gyermek voltam, amit egyébként most a saját két gyermekemen, két fiamon látok is, és belegondolok, hogy jaj, szegény szüleim, hogyha nekik is így kellett velem bizonyos szituációkban megfelelni, nehéz feladat. De visszatérve a kérdésre, valóban, tehát minden sportágban, ami lehetett, és főleg ahol a labda volt, azt kipróbáltam, és ez végig meghatározott. Tehát utána ugye a nevelési központban jártam általános iskolába, ezt követően a Széchenyi gimnáziumban jártam középiskolába, ahol ugye, tehát én minden nap onnantól kezdve 13 éves koromtól, 14 éves koromtól minden nap edzésre jártam, pingpongoztam. Sőt, középiskolában volt olyan, hogy már napi 2 edzésünk volt. Soha nem gondoltam azt, hogy a kettő, a tanulás és a sport az nem fér meg egymással. Tehát aki így gondolkodik, hogy most azért abba kell hagynom a sportot, mert tanulnom kell, az szerintem nem jól gondolkodik, és nem is egy profi sportoló. Majd elmondom azt is, hogy ezt miért gondolom. Ezt követően a gimnázium után, miután a sport, tehát én minden nap edzettem, a hétvégén mindig versenyeztem, kézenfekvő volt, hogy a sporttal kellene továbbiakban is foglalkozni. Ezért illetőleg a szüleimnek a biztatására is nagyon nehéz egy 18 évesnek egyébként, hogyha kell önállóan dönteni, hogy hova szeretne tovább tanulni. De irányadó volt ez, hogy én ennyire sportolok, úgyhogy a Természettudományi Pécsi Tudományi Egyetem, akkor még Janos Pannonius Tudományi Egyetem, természettudományi karára mentem testnevelő tanári szakra, amit ott ugye be is fejeztem, ezt követően maradtam, mint mindig a Pécsi Tudományi Egyetem, és a közgazdaságtudományi karon szereztem meg a másod diplomámat. Majd ezt követően én azt gondolom professzor Farkas Ferenc, aki az akkori szakosztály elnökünk volt, további unszolására azt mondta, hogy biztos látott bennem a pingpongon kívül más tehetséget is, hogy ne álljak meg itt a tanulásra, amíg lehet, és az ember fiatal addig tanuljon. És egy most már másik, azt mondhatom, hogy egy másik professzornak a,
a gondozására bízott Rapai Gábor professzor úrról beszélünk, és oda kerültem a statisztika tanszékre, mint doktorandusz hallgató. Két professzor, én azt gondolom, hogy olyan útravalókat adott nekem, amiket azóta is hordozok, és gyakorlatilag ma is ugye a Pécsi Tudományegyetem kötelékeiben vagyok, egészségtudományi karon, ahol azt gondolom, leginkább a kutatásom homologterében álló sportgazdaságnak megfelelő tantárgyakat tanítok, a sportszervező, illetőleg a sportmenedzser képzésben, illetve a rekreációszervezés képzésben, hiszen egyrészt, mint sportoló, sportvezető, ugye, hogyha a PEAC elnöki pozíciójára gondolok, illetőleg, mint közgazdász, tudom kiteljesíteni így azokat a számomra érdekes kihívásokat, kutatási kihívásokat, amelyek engem megfognak, és ezeket próbálom átadni a hallgatóknak. Az, hogy miért is gondolom, hogy megfér a sport, illetőleg a továbbtanulás az egyetem, azt gondolom, lehetek rá én is egy jó példa, de ennél sokkal jobb példát tudok mondani itt a karunkon, illetőleg a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetben. Van egy olimpiai bajnok, aki itt tanít, ő a dr. Kovács Antal. Ugye mondhatnám úgy is, sokan úgy ismerik, hogy Atom Anti, ugye a barcelonai judo olimpiai bajnoka. Jelen pillanatban Magyarországon egyedüli olyan ember, aki olimpiát és világbajnokságot nyert, és úgy szerepel a DR a neve előtt, hogy ő azt tudományos fokozatként, tehát PhD-vel szerezte meg. Nem jogászként, nem orvosként, hanem tudományos fokozatként. Egyetlen egy ilyen ember van. Sokat beszélgettünk az Antival, hogy ez hogyan tudott működni, hogy ő tehát a legmagasabb szinten a világ legjobbja volt, olimpiai bajnok, és mellette nappalin végezte a Pécsi Tudományegyetemen a közgazdaságtudományi kart, és itt doktorált a közgazdaságtudományi egyetemen, és egyébként mellette, hogy oktató, ugye a Paksi Atomerőműben is vezető pozícióban van. És ő azt mondta, hogy azzal a közös álláspontra jutottunk, hogy azok a sportolók, akik kimagasló szinten sportolnak, ők nagyon jól be tudják osztani az idejüket. Nagyon tudják azt, hogy ha most nekik másfél órájuk van tanulni, akkor ott nem fér bele az, hogy kimegyek még a konyhába, vagy közben megnézek még egy hirdetést a tévébe, hanem a koncentrálva kell azt a másfél órát tanulni. Mert van két edzés előtte, illetőleg utána, nem fér bele több. Ő, amikor repült, vagy utazott a világversenyekre, ő mindig a tankönyveivel utazott, és ott tanult a repülőn, vagy az adott tömegközlekedési eszközön, amivel mentek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ismérve a sportolónak, hogy, és azt gondolom a kiemelkedő sportolónak, hogy ezt meg tudja tenni, be tudja osztani úgy az idejét. Ne mondja nekem senki, hogy nem fér bele a tanulás. Sőt, én azt gondolom, hogy a kettő még párhuzamosan akár erősítheti is egymást. Én ezt hiszem és vallom, és én azt gondolom, hogy pontosan ez lenne a sportolói kettős életpálya modell, ami ugye most jelen pillanatban a kormányzatnál egy kiemelt stratégiai ágazatban szereplő dolog. Rád ez igaz volt? Hogy így jól be tudtad osztani az időt, és minden... Vagy te így csináltad? Én azt gondolom, biztos most már idősebb fejjel még jobban be tudnám osztani, vagy jobban tudnék koncentrálni, és most azt tudnám mondani, hogy volt pár olyan dolog az életemben, amit lehet, hogy ha még többet sportolok, akkor még jobb eredményeket érhettem volna el. De én azt gondolom, hogy alapjában véve igen, beosztottam az időmet, jól beosztottam, hát most sportban is ugye gyakorlatilag azért elég magasra el tudtam jutni, és mellette azért itt a Pécsi Egyetemen is szereztem egy pár diplomát, vagy tudományos fokozatot illetőleg, amit nem mondtam el, hogy a Pécsi Egyetemen párhuzamosan a testnevelési egyetemen pedig a szakedzői diplomát is megszereztem, ugye az asztalipeni szakedzői
diplomát. Én azt gondolom, hogy ha ezt az ember jól szeretné koordinálni, és mellette a tudományban is szeretne egy kicsit előre menni, adott esetben tudományos kutatásokban részt venni, oktatásban, hallgatói témavezetésben, TDK munkában, akár könyvírásban, akkor jól be kell tudnia osztani az idejét. Úgyhogy én talán igyekeztem jól beosztani az időmet. Itt van ugye három bizonyítéka is a jól beosztott időnek, három könyvet is az asztalon láthatunk, amiket te írtál. Először beszéljünk arról, hogy ezek milyen könyvek, és hogyan kapcsolódnak a te kutatásaidhoz. Gyakorlatilag ezek a könyvek, amiket itt látunk, ugye kezdjük talán ezzel a nagy alapúval, ez a Sporttudományi Kutatások Módszertana című könyv. Azt gondolom, hogy ez két részből áll ez a könyv. Egyrészt bemutatja azt, hogy egy sporttudományi kutatást elméleti szinten hogyan lehet elkövetni. A másik része pedig az a statisztikai módszertan, amivel ezeket a keletkező adatokat fel lehet dolgozni. A mellette lévő könyv az egy gyakorlati adatelemzés, ami inkább a statisztika felhasználói szintű oldalát mutatja be. Illetőleg talán ez a legvastagabb könyv, amelyre talán mondhatom azt, hogy az egyik legbüszkébb is lehetek, bár mindegyikre természetesen az vagyok. Ez abból a szempontból egy kicsit kurrensebb, hogy én vagyok a szerkesztője, viszonylag sokat is írtam benne fejezetet, de több kutatótársam, oktatótársam, professzorom, akik, gondolok itt a Farkas Ferenc professzor úr, a Rappai professzor úrra is, fejezeteket írt benne. Ez a könyv kimondottan sportmenedzsereknek készült, és a sport és a gazdaság témakörében lévő tananyagokat dolgozza fel tananyag szinten. Tehát azok a tananyag tartalmak, amelyek előjönnek a sportmenedzser képzésben, azok itt fejezet szintjén megjelennek. És arra is nagyon büszke vagyok, hogy például ebbe a könyvbe már nekem olyan tanítványom is írt fejezetet, aki az én témavezetésemmel szerzett doktori fokozatot. Tehát ebből a szempontból ez azért gondolom, hogy egy kurrens könyv, mert akiktől én tanultam, fejezeteket jegyeznek benne. Középen azt gondolom, hogy az időrendi sorrendben nekem is vannak benne fejezeteim, és már az én tudományos fokozattal bíró tanítványomnak is. Úgyhogy ez egy olyan könyv, amire azt gondolom nagyon büszke vagyok, illetőleg van egy olyan első könyvem, aminek az a címe, hogy Bevezetés a sportstatisztikába, amelyet pedig még Pintér tanár úrral közösen szereztünk, aki azóta nincs az élők sorába, de ez volt az első olyan könyv, amire azt gondolom, hogy a kutatótársak is felfigyeltek, hogy itt van egy zöldfülű, aki ezzel kezd el foglalkozni. Tehát ezek azok a könyvek, amelyek a nevemhez köthetőek, illetőleg, hogyha a kutatási területről is ejthetek egy pár szót, akkor az mindenféleképpen a sportgazdaság, sportstatisztika területhez tartozik. Sportfogyasztás, amivel még foglalkozom, büszke vagyok arra is, hogy azt a tímet, a kutatótímet, amit vezetek, a sportállamtitkárság felkérte még 2010-ben, hogy próbáljuk meg számszerűsíteni azt, hogy mennyibe kerül a magyar államnak, hogy úgymond tunya. Hát, hogy nem sportolunk, fizikailag inaktívak vagyunk. És ezt számszakilag először mi tudtuk számszerűsíteni. És mit jelent? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2010-ben a magyar társadalomnak a 77%-a volt inaktív. Ez egy bődületesen nagy szám, ez egy reprezentatív kutatáson alapuló eredmény, amit mondtam, az Euróbarométer kutatása alapuló. Utána a kutatócsoportunk kiegészült
orvosokkal, és az orvos szakértők meghatározták azokat a betegségtípusokat és szövődményeiket, amelyek leginkább összefüggésben vannak a fizikai inaktív életmóddal. Ezeket a betegségeknek az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapott adatai alapján megpróbáltuk azt számszerűsíteni, hogy mennyibe kerül egy évben ezen betegségek a magyar államnak, és egyébként mennyi tulajdonítható ebből a 77%-os inaktivitásnak. És ezt követően pedig éltünk egy olyan lehetőséggel, vagy egy olyan becsléssel, hogyha el tudnánk valamilyen program keretében azt érni, hogy 10%-kal nőne a fizikailag aktív magyar társadalmi réteg, tehát akkor már csak nem 77%, hanem 67% lenne inaktív, ugye ez is bődületesen, természetesen rossz arányszám, akkor ez mit jelenten? És azt számszerűsítettük, hogy gyakorlatilag ezben a 10 betegségben és szövődményekben évente tudnánk 9,1 milliárd forintot megtakarítani, akkor, hogyha kicsivel többet kezdenénk el sportolni. Ez nem azt jelenti, hogy versenysportolnánk, hanem például az, hogy a heti 3-szor 30 perc fizikai aktivitást végeznénk buszra. Hogyha közel megyünk, akkor nem busszal megyünk, hanem ugye sétálnánk, adott esetben kerti munkát végeznénk. Tehát már ilyennel gyakorlatilag egy kicsit odafigyelve saját magunkra tudnánk megtakarítani ennyit. De mondok még egy számadatot ebből a kutatásból. Azt is megfigyeltük, hogy a táppénzes napok számát tekintve mit jelentene ez. Tehát, hogyha 10%-kal csökkentenénk az inaktív réteget, csak a táppénz megtakarítások terén 1,8 milliárd forintot tudnánk megtakarítani. Egyébként ez éves szintről beszélek, évente több mint 533 ezer táppénzes napot. Csak azzal, hogy mozgunk. És ugye gyakorlatilag azóta is azt hirdetjük, hogy a mozgás a legolcsóbb gyógyszer, és próbáljuk ezt kutatni, számszerű adatokkal alátámasztani. És ez a kutatási eredményünk, amire ugye, mint mondtam, az államtitkárság kért föl minket, azóta minden stratégiai anyagban ezt idézik, és ez szerepel a legnevesebb magyar közgazdasági folyóiratban, a közgazdasági szemlében tudtunk publikálni, ott nem nagyon jelennek meg ilyen sporttal kapcsolatos cikkek, mi oda be tudtunk kerülni, joggal vagyunk rá, azt gondolom büszkék ezekre a kutatási eredményeinkre. Azóta pedig sok-sok hasonló kutatást folytattunk le, nagyon sokszor már megrendelésre jönnek ezek a kutatások, és én azt gondolom, hogy ezek az eredmények alapján is gondolhatjuk azt, hogy különböző pályázatokat tudunk nyerni, egyetemi Európai Uniós pályázatokat, amelynek már a profiljában a sportgazdaság szerepel, és itt ez a három könyv is, ami itt most éppen az asztalon van, ez is egy pályázati forrásból tudott megvalósulni. És büszkék vagyunk. Egyébként itt az Egészségtudományi Karon ebben a pályázatban 25 sport témájú könyvet írtunk, és nagyon-nagyon fontosnak tartom itt az intézetemben, hogy ne csak az elméletet tudjuk felmutatni, hanem az itteni kollégáim a gyakorlatban is ott legyenek. Ugye Kovács Antalról már említettem szót, talán nem kell őt bemutatni, mai napig egyébként edz még, sőt azt is mondták, hogy most itt az utolsó judó világbajnokságon, hogyha nagyon-nagyon kellett volna, akkor ő még azért oda tudott volna állni, és még adott esetben eredményt is elérne, de a többi kollégám is, van kollégám, aki itt van, és például egyszerre feketeöves karatemester és feketeöves judós napi szinten edzést tart. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy az ember hiteles tudjon maradni. Meg ez, én azt gondolom, hogy valamilyen szempontból minket is fiatalon tart. Úgyhogy én büszke vagyok itt ezekre az eredményekre, erre az intézetre, ahogy mi most kinézünk és épülünk, és arra is, hogy jönnek a fiatalok. Tehát az, hogy az itteni idősebb kollégák, és most már ide teszem egy kicsit magamat is, témavezetése mellett tudományos fokozatokat
tudnak szerezni azok a hallgatók, akik ezt választják. Nagyon büszke vagyok, hogy nekem is van 3 olyan tanítványom már, aki szintén doktori fokozattal bír, és izzig-vérig a sporttudománnyal foglalkozik. Én azt gondolom fontos. Szóval gyakorlatban te is az élen jársz, ugye tavaly esztraligás bajnok lett a PTPAC pingpong csapata. Ugye az elméletben a gazdaság, ami téged érdekel, a sportgazdaság, sport és gazdaság. Na most van egy olyan kérdés, ami mindig is izgatott, hogy ez mennyire igaz, hogy ott van siker, ahol pénz is van. Hogy mondjam, statisztikusként kellene megválaszolnom ezt a kérdést, akkor azt gondolom, hogy azt válaszolnám, hogy igen, erős korreláció van a két változó között. Én azt gondolom, hogy ez ilyen okokozati összefüggésben van. Tehát egyrészt ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, hogy legyen siker. Hogyha elkezdenek jönni a sikerek, akkor könnyebb szponzorokat találni. Hogyha könnyebb szponzorokat találni, akkor van rá nagyobb esély, hogy a csapatnak, az egyesületnek, a szakosztálynak több pénze is tud lenni, és ez majd újabb eredményeket indukál. De ne felejtsük el azt, hogy mindezen eredmények mögött mindig az ember áll. Egy sportoló, kettő az edző. És ez egy tanulási folyamat. Egy bipoláris folyamat. A sportoló tanul az edzőtől, az edző tanul a sportolótól. És ehhez, hogy ez jól működjön, kell egy menedzsment, ami ugye a gazdasági oldal viszi. Hogyha ez együtt megvan jól, akkor az lehet egy sikeres és eredményes gazdag pályafutás, egyesület vagy szakosztály. Hogyha ebből valamelyik rész hiányzik, vagy nem annyira professzionális, akkor ez az egészséges egyensúly meg tud bicsaklani, és akkor valahol lesz egy kis probléma ebbe a rendszerbe. De alapjában véve én azt gondolom, hogy az eredmények nem véletlenül jönnek, ezekért harcolni kell. Igen, tehát mi is, nem is tudom, 10 éve, 12 éve az Extraligában vagyunk, 4 éve játszunk mindig döntőt. 4 éve mindig lejátszottuk a döntőt a Celdömnök csapatával, és mindig másodikak voltunk. Itt az embernek azért néha-néha vissza kell tekinteni, hogy oké, hát már máshogy örülne, hogy én vagyok a második legjobb csapat az adott sportágban. De amikor már negyedszer az az ember, akkor ezt már nem tudja sikernek megélni, hogy mind kell változtatni, hogy kell hozzáállni, mi edzésmódszert, új edzésmódszert, le kell cserélni a játékosokat, vagy hogyan történik meg. Nem cseréltük le a játékosainkat. Változott azt gondolom az ellenfél is, a mi játékosaink erősödtek, és magyar bajnokok tudtunk lenni. És azt mondhatjuk el, hogy jelen pillanatban a térségben, hogyha megnézzük, akkor egyetlen egy magyar bajnok csapat van Pécsett, vagy Baranyában, az pedig a PEAC asztali tenisz csapata. Én bízom abban, hogy jó munkát végzünk, a jó munkának meg lesz az eredménye, és erre felfigyelnek majd a támogatók is. Olyannyira, hogy névadó szponzora van az asztali tenisz szakosztálynak, és tud működni. De azt látom, hogy az egyetemi sport az egy nagyon-nagyon fontos és kiemelkedő terület. A másik szakosztályunk is szép eredményeket érnek el természetesen. Több válogatott sportolónk van, méltó egy egyetemi sportegyesülethez, azt gondolom, az a szakmai munka, amit elvégzünk. Vívókat tudnám kiemelni, 3 válogatott vívónk van, most az univerziádáról érmet tudtunk hozni. Birkózásban kiemelkedő a Ramona, milyen eredményeket jelen pillanatban elér. És a PEAC is bővül, tehát mi se vagyunk, tehát nem egy végleges struktúrában élünk. Gondolok itt arra, hogy bővülnek a szakosztályok is. Új a PEAC-ban, hogy felkaroltuk most a parasportolókat. A térségben annak idején volt egy lendület sportegyesület,
aki a parasportolókat tömörítette, kiürült, nem kapott megfelelő támogatást, de ők léteznek. Elindultunk a PEAC-ban is például egy parasport szakosztállyal. Csörgő labdásaink az első évben MB2-es bajnokságba kellett indulni, egyből megnyerték az MB2-es bajnokságot. Nagyon-nagyon jó érzés. Most már nem csak csörgő labdásaink vannak, kerekesszékes vívóink. Megyünk ezzel tovább, kerekesszékes kosárlabdában gondolkodunk. És egyébként a lendületes sportegyesületnek a maradék tagjai integrálódtak és beolvadtak a PEAC Sport Egyesületébe. Ez egy nagyon-nagyon jó példa, én azt gondolom. De jó példa lehet az, hogy felismerjük azt, hogy a mostani hallgatók milyen sportágokat részesítenek előnyben, miben szeretnének sportolni. Van a nagypályás labdarúgás, ugye minden fiú nagyon szereti, de a futszál, mint olyan sport, új keletű vagy újabb keletű sport, nagyon-nagyon népszerű az egyetemisták körében. Elindítottuk a PEAC-ba a futszál szakosztályt, az első évben ott is MB2 fiú csapatról beszélünk, és egyből ugye megnyerték a bajnokságot. Sajnos utána volt még egy rájátszás, ahol összeterelték az MB2-ben a legjobbakat, és ott a feljutásért vívott csatában a Ferencvárostól kikaptunk, nem tudtunk feljutni a legmagasabb osztályba. De csak azt, hogy elmondom, hogy a Lauber Dezső sportcsarnokban játsza a PEAC futszál csapata a mérkőzését, kimentem egy-két mérkőzésre este 9-kor. Több száz egyetemista ott van és szurkol a csapatnak. Nagyon, pedig este 9-kor elmehetnének bulizni is, vagy lehet, hogy utána el is mennek, hozzáteszem. De ez nagyon jó, tehát ez egy nagyon jó dolog. Ugye kosárlabdáról hadd ne kelljen itt beszélnem, hiszen az ugye itt Pécset azért egy tradicionálisan jó sport, erős sportág, ugye PEAC női kosárlabda is szintén ugye nemzetközi kupában is szerepel. Én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeink vannak, és ehhez az eredmények, ezek egészen biztosan nem tudnának így megszületni, hogyha nem lenne mögöttünk az az egyetem, ami immáron 1923 óta, a PEAC alapítása óta mindig mögöttünk van. Most érezhetjük a PEAC elnöksége is azt tehát az eddigi legnagyobb támogatást, amit a Pécsi Tudományegyetem a sportegyesületének adott. Gondolok itt arra, hogy infrastruktúra támogatás, sportolói ösztöndíjak vannak a Pécsi Tudományegyetemen, amiben a PEAC-osok is részt tudnak venni, illetőleg én azt gondolom most már elmondhatjuk azt is, hogy guruló forint támogatást is látható mértékben kapunk a Pécsi Tudományegyetemtől, amivel a saját sportolóinknak a körülményeit tudjuk javítani, és hogyha nyugodt körülmények között sportolnak a sportolók, akkor bizony szép eredményeket tudnak elérni, ami pedig azt gondolom, hogy nagyon jó hírértékét viszi a Pécsi Tudományegyetemnek. El tudom mondani, hogy akár a helyi újságban, hogyha bármelyik nap megnézzük a helyi újságnak, a Dunántúli Naplónak a sportrovatát, biztos, hogy minden nap találunk benne PTE-PEAC-os híreket. De tovább megyek, ha a nemzeti sportot nézzük, ott is, ha nem is minden nap, de nagyon gyakori vendég a PEAC Sport Egyesületének a sportolói az eredményeikkel ugye ezekben a lapokban. Én azt gondolom, hogy hitelesek vagyunk. Bízunk abban is, hogy vannak olyan infrastruktúrális fejlesztéseink jelen pillanatban is, amit meg tudunk valósítani. Ez jó lesz a Pécsi Tudományegyetemnek is, én azt gondolom, illetőleg a városnak is. Sajnos, ha itt egy kicsit a térségben megvizsgálódunk, akkor azt tapasztaljuk, hogyha beszeretnénk menni délutánonként egy tornaterembe, foglalt, nagyon nehéz tornatermet kapni. Jelen pillanatban a PEAC elkötelezett a város segítségével, illetve az egyetem segítségével arra, hogy a pályázati források révén a PEAC mint pályázó segítse ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket. Gondolok itt egy kézilabdacsarnoknak az építésére, akár a verseny utcai labdarúgó pályánknak az öltöző felújítására, asztali teniszcsarnok építésébe, amire pályázati forrást tudtunk elnyerni, akár a birkozó csarnokot is ide említeni.
azt gondolom, hogy a Peacnak, bízom abban, hogy a Peacnak még nagyon sokáig jelentős és egyre jelentősebb szerepe lesz itt a régióban. Azt hiszem, hogy ez így végszónak is jó, egy picit kifutottunk az időből. Köszönöm, hogy fogadtál minket itt az irodádban, és további sportsikereket. Köszönöm én is. És köszönöm is a nézőknek is a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb, és a viszontlátásra.